Az EGRI Eszterházi Károly Főiskola Koméniusz Kara nyílt nap keretében szeretne segíteni az érettségi előtt álló fiataloknak abban, hogy képességeiknek leginkább megfelelő felsőoktatási intézményt válasszanak. Ennek érdekében bemutatják mindazt a lehetőséget, amelyek majd a felvételt nyert hallgatókra várnak. Az érdeklődők a július 1-től Eszterházi Károly Egyetem néven létező intézmény valamennyi képzéséről kapnak egy rövid áttekintést. Ez alatt azt írtam, hogy itt lesz majd a jelenleg Károly Robert főiskola néven működő gyöngyösi főiskola képviselője is, aki a szülészet borászati Sárospatakon Sáros is megkérdetésre kerülő képzésről fog beszélni, valamint az összes Egerben működő szakról is egy rövid áttekintés, illetve ez a rövid áttekintés tulajdonképpen általában a, a mesterképzések, alapképzések vonatkozásában egy ilyen általános tájékoztató lesz, és ami hangsúlyosan jelen lesz, és itt a hangsúlyt szeretném hangsúlyozni, az az Eszterházi Károly Főiskola Kominiusz Karán indítandó képzések köre lesz. Az érdeklődő diák nem csak az épület adottságait, hanem az itt nyújtott képzési és egyéb az eredményes tanulást elősegítő lehetőségeket is megismerhetik. Természetesen most is az újdonságok kerülnek majd a középpontba. Újdonság a Kominiuszkar hagyományos képzései mellett, hogy idén először tudjuk indítani a csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzést, tehát diplomátadó formában is, még kormányzati rendelet alapján ebben a tanévben utoljára hirdethetjük ennek a felsőoktatási szakképzés változatát. Tehát külön javasoljuk, hogy itt az alapképzést is, és esetleg a felsőtatási szakképzést is érdemes bejelölni, hogyha valaki nem biztos benne, hogy a pontszámai elegendőek lesznek diplomátadó képzésre. A nappal és levelező tagozaton tervező indítani ezt a képzést. Továbbá az előbb említett szülészeti borászat képzés, ami egy felsőutatási szakképzés most első lépésben, és reméljük, hogy majd ebből kinő a későbbiek folyamán egy, egy magasabb szintű képzés is. Illetve a turizmus vendéglátás, felsőutatási szakképzésünknek eddig is megvolt a turizmus szakiránya, ennek most a vendéglátás szakiránya is meghedetése kerül, ez is felsőutatási szakképzésben. Tehát, ha most röviden összefoglalom, egy új alapképzésünk lesz a csecsemés kisgyermeknevelő, illetve a felsőoktatási szakképzés palettája bővül. A Sárospataki kar képzéseire az alapszakoknál 280, még a felsőoktatási szakképzés esetében 240 a bekerülési ponthatár.